Réka, te nemrég ugye megnyerted a Huawei mobilfotós versenyét. Így van. Milyen érzés? Hát megmondom őszintén, szerintem a mai napig még nem ucsuktam fel ebből az álomból. Amikor kihirdették az eredményeket szeptember 10-én, akkor folyamatosan frissítettem a honlapot. Láttam már, hogy ott a képem és a díj, hogy Grand Prix, de egyszerűen nem tudtam elhinni, és egy órán keresztül szerintem nyomtam az F5-öt és frissítettem a honlapot, hogy biztos én, és hát hullottak a könnyeim, szóval nem. Ez egy beteg embernek, ez egy óriási dolog, és teljesen más, ugye? Tehát ez egy óriási eufória, így tudnám leginkább mondani. És ugye nem egy akármilyen képpel indultál, egy nagyon erős üzenetet hordozó képpel. Hát önmagammal, ha mondhatjuk így, én voltam a fotós és az alany is. Nem magammal szerettem volna indulni, hanem egy betegtársnőmmel szerettem volna fotózni, róla készíteni egy sorozatot, de ő azt mondta, hogy annyira nem szeretné a nyilvánosságot így felvállalni, így maradtam én az alany is és a fotós is. És akkor végül is egy önportréval indultam, egy szelfivel, hogyha mondhatjuk így. De gondolom akkor így még jobb érzés volt, vagy még különlegesebb volt ez az érzés, hogy mégis saját magadat adtad, beleadtad ezt az egészet és megnyerted. Hát azért volt nagyon-nagyon jó érzés, hogy én nyertem, mert így nem kellett osztoznom a nyereményem mással, hogyha fotóztam volna valakit, úgyhogy így abszolút, tehát így még nagyobb az öröm, az tény. Nagyon-nagyon örülök neki. És milyen érzéseket idéz fel neked ez a kép? Ez egy, ha jól emlékszem, ez egy júliusi napon fotóztam ezt a képet. Megjött éppen aznap postán egy hosszú, derékig érő burgundi vörös parókám, ami látható tulajdonképpen a képen is. És lila a maszk alapvetően, amire ráírtam, hogy Hope, ugye a remény. Úgy készítettem ezt a képet, és szerettem volna viszont látni magam egy szép, egy erős, egy kiegyensúlyozott nőnek tulajdonképpen. Tehát nem egy kopasz, szomorú, gyógyulófélben lévő lányt akartam megmutatni, hanem egy szépen kisminkelt, életerős nőt, akinek van mondani valója a világ számára, mert szerettem volna, hogyha eljut az üzenetem más betegekhez is, hogy nem szabad, hogy az ember maga alá kerüljön csak azért, mert beteg. És igenis érdemes és kell is megmutatni azt az arcunkat, hogy milyen, amikor egy betegséggel küzd. Mondjuk. De ez tényleg nem vagy szomorú, és egy nagyon-nagyon erős nő vagy, úgy gondolom. Mi ennek a titka? Ezt hogyan csinálod? Ezt sokan kérdezik, hogy mi a titka. Szerintem nincs titok. Az ember ennyi idő után megtanulja értékelni az életnek az apró értékeit, pillanatait. Teljesen átformálódott az én életem is, ha mondhatjuk így. Tehát pici dolgoknak nagyon örülök. Például, hogyha süt a nap, nincs akkor a dugó. El tudok menni egy bevásárlóközpontba, el tudok menni egy cukrászdába, el tudok menni bármit csinálni és sétálni, és csak önmagam lenni, és éppen nem a kórházba vagyok. El tudok menni a Dunapartra sétálni, amit nagyon imádok. Ez normális, hétköznapi egészséges embernek felfoghatatlan. Tehát ez egy beteg lánynak, mint nekem, bár nem szeretem azt a szót, hogy beteg, tehát egy gyógyulófélben lévő lánynak, mint nekem, ezek óriási dolgok. Apró dolgok, tudom, de mégis óriásiak nekem. És mindig ilyen pozitív voltál? Nem. Én a betegség előtt nagyon-nagyon szorongó típus voltam, mindig mindenkinek szerettem volna például megfelelni. Jaj, ha én már nem úgy nézek ki, ahogyan az jól mutat, és mégis hát akkor én teljesen depresszióba estem, hogy elég jól vagyok a munkahelyemnek, elég jól vagyok a barátaimnak, elég jól vagyok mondjuk a páromnak, vagy egyáltalán a világnak. De rengeteg frusztrációm volt, és ezek most a betegség alatt így teljesen megszűntek, mondhatjuk így. De azt gondolom, hogy a legtöbb ember nem tud olyan pozitív lenni, mint te. Ezt köszönöm, hogy így gondolod. Igazából én próbálom most is visszafogni magam, mert az én nevetésem az ilyen nyerítő lóra hasonlít, mikor igazán belerendülök. Úgyhogy most próbálom egy kicsit disztingválni magam, de köszönöm szépen, nem érzem magam szomorúnak, úgyhogy örülök, ha úgy is tűnik, hogy jó kedvem van. Ez nagyon jó, de mit üzenél azoknak az embereknek, akik valamiért nem tudják értékelni az életet? Azt szeretném leszögezni, hogy a betegségem előtt én is teljesen normális hétköznapi problémákkal küzdöttem, tehát nekem sem nyilván az volt a legfontosabb, hogy ha én rákos lennék, akkor hogyan élném máshogy az életem, tehát teljesen hétköznapi problémáim voltak, hitel, számla, munkahely, megélhetési kérdések, és most, hogy ugye túl vagyok már a életem legnagyobb harcán, vár rám egy pár kemoterápia, azt tudnám mondani, hogy jobban éljék meg az emberek a pillanatot, ami fontos és ami szép, tehát örüljenek annak, amiük van, ne vágyjanak mindig többre, jobbra, szebbre, mert azzal kell megelégedni, ami van, és hihetetlen ajándék az élet, tehát nem szabad elpocsékolni mindenféle más dologra, mert egyszerűen szuper, szuper jó élni, tényleg, én nagyon szeretek. És ugye van egy blogod, ahol ugyanezt hirdeted. Igen. A betegség első hetében már elkezdtem írni ezt a blogot,
És arra gondoltam, hogy jó lenne egy olyan blog, mivel nagyon-nagyon, hát én is ugye nő vagyok, szerettem volna nő maradni a betegség alatt végig, úgy gondoltam, hogy szuper dolog lenne egy olyan blogot vezetni, amiben tök jó képek is vannak. Akár olyan képek, amik egy divatmagazinban is megállnák a helyüket, parókás, minkes, jópofa, vidám, életigenlő képek, és azt gondolom, hogy jól sikerült, mert több ezeren olvassák most már az elmúlt egy év alatt a blogomat, és örülök, hogyha ha tudok másoknak is értéket átadni. Nem ilyen céllal született a blog, hanem önterápiának, tehát ezt leszögezném, és segíteni más beteg lányokon, hogy összefogjunk, és úgymond így együtt virtuálisan találjunk sorstársakat, de ha egészséges emberek is olvassák, és úgy gondolják, hogy van belőle esetleg tanulnivaló, vagy bármi, amit át tudnak venni, az nekem is ajándék, és örülök neki. Nagyon érdekes, mert én szerintem az első bejegyzés óta olvasom a blogodat. Hú, köszönöm! Fogalmam sincs, hogy hogyan találtak meg, de tudom, hogy elolvastam, és az volt az érzésem, hogy te jó ég, én itt ülök bent, és épp egy banális dolgon szomorkodom, vagy idegeskedem, és mekkora erő van ebben a lányban, aki megírja, és tök jó képekkel ugye bemutatja azt, hogy mi megy keresztül, és boldog. És ez tényleg, azt hiszem, hogy ahogy nekem erőt adott, akkor mindenkinek erőt tud adni. Ennek nagyon-nagyon örülök, azt még szeretném elmondani, hogy például én sokat írok a blogomban a véradásról, vagy az őssejtdonorkodásról. Én betegségem előtt nem gondoltam volna, hogy mennyire életmentő tud lenni mondjuk egy tasak vér. Iszonyúan. Tehát én a kezeléseim alatt folyamatosan minden hónapban szükségem volt vérkészítményekre, vértranszfúzióra, vérutánpótlásra. Voltak napok, amikor remegtem, például annyira beteg voltam és gyenge, hogy mikor érkezik meg a vér, és amikor mondják, hogy ugye a vérellátókban mennyire vérhiány van, akkor úgy iszonyatos fájdalmat érez egy beteg mentálisan is, meg a lelkében is, hogy basszus, és próbálok minél több embernek egyébként, minél több embert rávenni arra, hogy menjetek el vért adni, mert szuper jó dolog, és segítetek az embertársaitokon. Nagyon-nagyon nagy szükség van az empátiára mindenkinek, és amikor az ember beteg lesz, mert ugye mindenki azt mondja, hogy ja, Juliska nénivel megtörtént, a kolléganőm lánya lett beteg, velünk ez nem fordulhat elő, de előfordulhat velünk, és amikor ott leszünk a tragédia küszöbén, akkor nekünk is jól fog jönni, hogyha más ember adni fog vért, és abból mi részesülünk. Tehát ez fantasztikus dolog segíteni az embertársainkon. Ezt szeretném, hogy főleg a blogom ezt az üzenetet vigye mindenki felé. Ahogy így elnézlek, nagyon-nagyon kreatív vagy. Szerintem ez a kreativitás, ez segített valahogy téged. Igen, mindig is egy kreatív emberke voltam. Nem mondom magam fotósnak, inkább fotoművésznek. Azért, tehát mert 16 éves koromban kaptam először egy nagy fényképezőgépet kölcsön a kezemben, és azóta nekem a fotózás a szerelmem. Biztos vagyok benne, hogy a gyógyulásom jó része az a fotózásnak köszönhető, pontosabban ennek a fotós terápiának, hogy megörökítem mindig egy-egy arcomat kopaszon, parókában, vagy akár az intenzív osztály után, mikor be volt vérezve a teljes szemgolyóm, és alig kaptam levegőt. Tehát nekem valóban ez egy terápia. És akkor még egy utolsó tanács, hogyha kérhetünk tőled. Ó, nem nagyon szoktam így tanácsokat osztani. Kérhetnek az emberek igazából, hogy mi segített át téged, hogyha egy olyan dolgot tudnál mondani, mi segít ebben az időszakban? A szeretet. A szeretet, mégpedig az, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tőlem nem csak, hogy tőlem nem távolodtak el a barátaim, a barátnőim, az ismerőseim. Sokkal közelebb kerültem a saját családomhoz is a betegség által. És az a szeretet, amit kapok vadidegenektől, ugye te is mondtad, hogy csak beleolvastál a blogomban, milyen jó volt, és vannak emberek, akik írnak is nekem, több ezer ember követ, most már majdnem 6000 ember tényleg, azt mondhatom, hogy ez remek érzés, és nagyon sok bátorítást kapok tőlük, és köszönöm nekik egyébként ezúton is, mert nagyon sokan mentek el például vért adni kifejezetten nekem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok az ő szeretetükért. Nagyon szépen köszönöm, Réka. És köszönöm szépen én is. Sok sikert tényleg az köszönöm. Életben. Köszönöm.